2017. 4. hó 7-én ezeket a híreket fogjuk megnézni villámgyorsan. Ugye a legfontosabb az, amit Amerika Szíriában csinál, az pedig ugye mindjárt meg fogjuk nézni részletesebben, hogy miért is jelentős. Remélem, hogy sokan, akik követik ezeket a videókat, amik itt az elmúlt fél év során megjelentek a csatornán, azok látják, hogy merre halad a világ, és jobb rálátásuk van, és jobban értik azt, hogy hova alakul a folyamat, és mi is volt a lényeg. Az, amiről folyamatosan szó van, az gyakorlatilag a szemünk előtt valósul meg. És most már mindenki számára egyértelmű kell, hogy legyen az, hogy igenis van egy összeesküvés, és igenis lehet tudni azt, hogy hova halad a világ. Röviden, Oroszország mindvégig Assadot támogatta, ugye a szíriai elnököt, míg Amerika az úgymond lázadókat, de a gyakorlatban mindkettő tulajdonképpen a terroristákat támogatta, hiszen ez az egész, mármint az idézőjelbe tett terroristákat, hiszen ez az egész, ami a Közel-Keleten zajlik, vagy az összes háború, akár Vietnám, vagy a második világháborúba való belépés az amerikaiaknak, ugyanúgy, ahogy az első világháborúba. Teljesen mindegy, melyiket nézzük, mindegyik valamilyen stratégiai célt szolgált, és különös tekintettel arra nézve, hogy ki ural bizonyos régiókat, illetve hogy tudják felosztani a különböző régiókat, de még inkább az, hogy hogyan lehet a társadalmat, a tömegeket meggyőzni arról, hogy ki ural bizonyos régiókat, hiszen a vezetők pontosan tudták, hogy mit akarnak, és együtt dolgoztak, inkább a tömegeket elhitetni azt, hogy bizonyos lépések azok megfelelőképpen megalapozottak. Ennek az egyik példája az, amit látunk. Aki nem emlékszik arra, hogy Saddam Hussein esetében ugyanerről beszéltek, a tömegpusztító fegyverekről, de őrá is szó volt, illetve Kaddafinál volt szó, azt hiszem a gáztámadásról, vagy a vegyi fegyver, most ugyanaz, és az emberek újra és újra beveszik ugyanazt a hazugságot, és így haladunk szépen lassan a világháború felé, amely mellesleg az írásban több ezer éve megvan írva, úgy, ahogyan az ma a szemünk előtt lezajlik, és meg is fogom mutatni, csak azok kedvéért, akik esetleg még nem jutottak el arra a szintre, hogy megértsék azt, hogy az egyetlen igazság az abban az írásban van, a kanonizált írásban, amire mindenki azt mondja, hogy egy mese, és hajlandó bármi mást elhinni, csak azt nem. Ezt próbálom magyarázni nagyon-nagyon régóta, kezdetektől fogva. Azok az emberek, mint Colin Powell vagy George Bush, akik akkor hazudtak Irakról, akik hazudnak Líbiáról, azok hazudnak most Szíriáról. Teljesen mindegy, hogy Irak, Líbia, Szíria, Irán, Kína, Észak-Korea, Vietnám, teljesen mindegy. Az egész arra megy ki, hogy a következő lépéseket meg tudják valamilyen formában indokolni a tömegeknek. Ha valakinek még nem fordul ki a gyomra ezektől az emberektől, akik ezeket a képeket mutogatják, és azt bizonygatják, hogy gonosz emberek mire képesek, akkor azzal súlyos problémák vannak. Ugyanis ezek azok az emberek, ezek, akik ezt az egészet előidézik, akik gátlástalanul legyilkolnak mindenkit annak érdekében, hogy elérjék a céljukat, ami nem más, mint a világkormány és az új világrend. Ha még mindig nem látja valaki, hogy Trump is ugyanolyan bohóc ebbe az egész színjátékba, akkor itt van egy újabb bizonyíték erre, amikor is azt mondja, hogy Assad számtalan felnőttet, nőt és gyermeket gyilkolt meg, és akik lassú és borzasztó halált haltak ebben a barbár támadásban, és Isten egyetlen gyermekének sem lenne szabad ilyen halált halnia, mikor ők évtizedek óta, hanem évszázadok óta gyilkolják az embereket világszerte, mindenhol, és leginkább a saját földjükön. A különböző módszerekkel, mint a védőoltás, a GMO,
a szemét, élelmiszer, amit az emberek esznek, mérgezik a vizet, a földet, a levegőt, bombáznak minden országot, válogatás nélkül ölik az embereket, és most ők azok, akik felháborodnak, és az emberek nem látják a problémát ebben. Borzasztó. Több gyereket ölnek meg felnőttet az amerikai bombázók, meg az amerikai katonák világszerte 2 nap alatt, mint amennyi meghalt most ebben a támadásban. Ezt csinálják évszázadok óta. És előállnak ilyen mondatokkal. 90%-a a háborús áldozatoknak gyerek vagy nő vagy civil. 90%-a. Ami azt jelenti, hogy 10-ből 9 ember civil, aki meghal Közel-Keleten, bármiféle támadásról vagy hadműveletről van szó. 10-ből 9. És erre ők ilyen mondatokkal állnak elő. Ugyanez érvényes Putyinra, ugyanez érvényes Assadra, de az összesre. Aki azt hiszi, hogy vannak jók, meg vannak rosszak, az el van tévedve. Itt nincsenek jók, itt csak rosszak vannak, és a rossznak vannak különböző fokozatai. 2017. január 3. ez a Huffington Post. 90%-a az embereknek, aki a dróntámadásokban meghal, az nem a célpont volt. Amerikai dróntámadások számtalan civil áldozattal járnak Afganisztánban, Pakisztánban, Jemenben, Szomáliában. Akkor, ha annyira izgulnak, annyira érdekli őket, miért nem értik meg az emberek, hogy nem, egyáltalán nem érdekli őket? Hogy az egész egy színjáték, és arra megy ki a játék, hogy manipulálják a tömegeket. Ez Al Jazeera. Az afgán civil áldozatok száma rekord magasságokat értek 2016-ban. Ez a United Nations, az Egyesült Nemzetek statisztikája. 3500 civil halt meg, és 7900 sérült meg 2016-ban Afganisztánban. Ez pedig csak még egyet, csak azok kedvére, akik még mindig nem értik, ez ugye arról szól, hogy a hidegháború utáni világban 80-90% a háborús áldozatoknak civil. 2003-ban az Európai Bizottság Brüsszelben elfogadta ezt a statisztikát, ugye ez az Európai Unió biztonsági stratégiájának is eleme. 90% a háborús áldozatoknak civil, 90 óta 4 millió ember halt meg hivatalosan a háborúkban. 4 millió ember, annak 90% az 3,5 millió hivatalosan, aki civil és meghalt. Ebben nincs benne az, aki éhezik, akiknek el kellett hagynia a területét, nincs benne az, amit lehazudnak belőle, plusz az, amiről nem tud senki. Úgyhogy ezek után valaki még mindig azt hiszi, hogy Trump egy hős, és hogy majd meg fogja menteni a világot, hogy ő másféle nézetem van, mint a többi, akkor annak ideje felébredni. Ugyanúgy ő is csak a szerepét játsza, mint az összes többi bohóc, mint Obama, vagy Putyin, vagy akár a magyar fronton az összes. Igazából ahhoz nem is kell túlságosan nagy ész, hogy az ember rájön arra, hogy amikor így néz ki egy város, hogy vajon ez a legjobb módszer arra, hogy terroristák ellen harcoljon az ember egy lakott területen, vagy esetleg ez. Hogy akkor ez vajon olyan, hogy itt csak az sérül meg, vagy hal meg, aki a célpont? Ez úgy néz ki. Itt a hős újra, Donald Trump arról beszél, hogy ma este a civilizált államokat, a népeket arra szólítom fel, illetve arra kérem, hogy csatlakozzon hozzánk, hogy a mészállás és a vérfürdő befejezhessük Szíriában. És hogy a terrorizmus minden formáját megállítsuk. Ők, akik kitalálták a terrorizmust, akik felállították a szervezeteket, akik megszerkeztik a stratégiát nekik, akik támogatják őket, ők azok, akik arról beszélnek, hogy ezt hogyan állítsák meg. Hát úgy, ahogy elkezdik, úgy fogják megállítani akkor, mikor már elérte az a célját. Mikor minden ország térden fog csúszni, mert nem lesz mit enni, inni, és nem lesz hol lakni, nem lesz üzemanyag, nem lesz fűtés, nem lesz levegőse. Akkor lesz vége, és akkor fogják bejelenteni, hogy az egyetlen módszer arra, az egyetlen rendszer, ami meg tudja akadályozni ezt a
káosz az az, hogyha mindannyian egyesülünk, és egy kormány alatt fogunk élni. Ez az egész lényege mindig is ez volt. Ez az, amit most próbálnak elérni. Ezért vannak a háborúk, ezért van a vallási szélsőséges, a terrorista, ezért van az összes dolog, ami van. A társadalom szétszabdalása, különböző mozgalmakkal, minden ezt a célt szolgálja. Minél inkább szétforgácsolni a világot, hogy aztán egyszerűbb legyen az embereket egybe terelni. És ezben a terelgetésben mesterfokra jutottak, és sérti az emberek a büszkeségét és az intellektusát, de az a helyzet, hogy mindenki, aki részt vesz a programban, a mozgalmakban, aki elhisz egyetlen szót is abból, ami a médiából áramlik, vagy a tudományból, vagy az oktatásból, az sajnos elő vagy utóbb fel fog ébredni abból az álomból, és akkor már valószínűleg késő lesz, akkor már ott fogunk menetelni a nyájban. Nem, mintha most nem az lenne, de most még van mindenkinek lehetősége arra, hogy más úton induljon el. Még annyit hozzátennék, hogy holnap este 8-tól, szombaton 8-tól, akit érdekel, a Facebookon élőben arról lesz szó, hogy mit is mond maga az írás a hamis profétákról, és mi az igazság az írás alapján. Ezután pedig arról fogunk beszélni, mikor vége van ennek, ez lesz a befejező része ennek a sorozatnak. Arról lesz szó, hogy hol is tartunk időben, mennyi idő is lehet hátra, és mik azok a kérdések, amik ezzel kapcsolatban bárkiben felmerülnek, azokat megtárgyaljuk. Úgyhogy holnap este 8-tól az Infobubble oldalon élőben. Oroszország ugye arról beszél, hogy ez egy agresszió Amerikai Egyesült Államok részéről, hiszen egy szuverén államot megtámadott, és ez nemzetközi törvénybe ütközik. Most fogom villámgyorsan megmutatni azt, hogy mit ír erről az írás, és mindenki, aki azt mondja, hogy ez egy mese, annak érdemes koncentrálni és figyelni, ugyanis meg fogja látni, hogy ezek a dolgok, amik most történnek, egyáltalán nem újdonság azoknak, akik ezt tanulmányozzák, és pontosan lehet tudni azt, hogy mi következik. Nem véletlen Amerika és Izrael elszigetelődése a világtól. Mindenki láthatja azt, hogy a két ország eltávolodik teljes mértékben, mindenképpen az ázsiai régiótól, de hamarosan el fog távolodni az Európai Uniótól, aki azt gondolja, hogy az Unió és Amerikai Egyesült Államok együtt fog harcolni. Én nem vagyok benne biztos egyáltalán abban, hogy ez így lesz, de ez még egy nagy kérdés. Viszont nézzük meg, hogy mi is az, amit erről találunk. Pontosan tudom azt, hogy számtalan elmélet van arra, hogy Babilon mit is jelent. Az írásban meg fogjuk nézni egy lehetséges verziót, különösen úgy, ahogyan a frontvonalak felállnak most. Ez Jelenések könyve 18-as fejezet, amelyik így szól, a második vers, ezt kiáltotta az angyal ugye az égből: elesett a nagy Babilon, amely ördögök lakóhelyeivé lett, és minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan állat, minden utálatos madár rejtek helyévé lett. Ez egyrészt az Amerikai Egyesült Államok, másrészt pedig természetesen Izrael, illetve Jeruzsálem azon belül, aki hajlandó ezt a vonalat követni. Féktelen paráznaságának borával ivott minden nemzet, vele paráználkodtak a föld király, és eldőzsölt javaival gazdagodtak meg a föld kereskedői. Ugye Amerikai Egyesült Államok az, ami elterjeszti ezt az erkölcstelenséget az egész világon. Ha követitek a videókat, akkor látjátok azt, hogy Amerika az, aki diktálja az egész világnak a tempót tulajdonképpen, és erről van itt szó. Hallottam, hogy egy másik hang szól az égben: menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket, mert bűnei felmozottak az égig, megemlékezett Elohim az ő gonoszságáról. És ez pedig figyelmeztetés arra, hogy az ember hagyja el azt az erkölcstelen rendszert, amit a világ követ, hogy ne kövesse azt, és ne értsen vele egyet, és ne támogassa azt a rendszert, amit az Amerikai Egyesült Államok segítségével az egész világon terjesztenek a föld királyai.
minden nemzet az, aki tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államokból él, hiszen ők azok, akik a világgazdaságot működésben tartják. Fizessetek meg neki, hogy ő fizetett, kétszeresét adjátok vissza cselekedetei szerint a pohárba, amelyet ő megtöltött, töltsetek neki kétszeresen. Amilyen mértékben dicsőítette magát és dőzsölt, annyi kínai és gyászsal fizessetek meg neki. Mert szívében ezt mondja, fenségesen ülök itt, mint egy királynő özvegy, nem vagyok gyász, sem látok soha. Ők azok, akik hirdetik azt, hogy mennyire nagyszerű az Amerikai Egyesült Államok, az a nép, és ők azok, akik a legnagyobb adósságot felhalmozták, és egy mértéktelen életmódot folytatnak. És egyáltalán elképzelhetetlen mindenki számára az, hogy bármi is történjen az Amerikai Egyesült Államokkal. Ezért egyetlen napon jönnek rá a csapások, halál, gyász, éhínség, tűzzel fogják megégetni, mert erős Jahua Elohim, aki megítéli őt. És sírni, gyászolni fogunk miatt a föld király, aki vele paráználkodnak és dőzsöltek, mikor látják a tűzvészüstjét. Hiszen az egész világgazdaság erre épül. Arra az egy országra, ott van a tőzsde, ott van az ipar, minden, mindaz, ami működteti a világgazdaságot, az onnan ered. És így szólnak, jaj, jaj, te nagyváros Babilon, te erős város, egyetlen óra alatt ért utol az ítélet. Ugyanez érvényes természetesen az ázsidókra, akik Izraelben vannak, illetve Jeruzsálemben, de ez kifejezetten az Amerikai Egyesült Államok ról szóló ítélet. A föld kereskedői is sírnak és gyászolnak miatt, mert áruikat senki sem vásárolja többé. Láthatjuk az árucikkeket, amiket felsorol, és ebből is lehet következtetni arra, hogy kereskedelemre utal itt, ezek után pedig arról beszél 15-ös vers, akik ezekkel kereskedtek, ezekből gazdagodtak meg, gyötrelmétől félve távol megállnak, sírnak, gyászolnak. Így szólnak, jaj, jaj, a nagyvárosnak, amely gyorsba, bíborba, skarlátba volt öltözve, aranya, drágköve, gyöngyel volt ékesítve, egyetlen óra alatt pusztult el ekkora gazdagság. És a kormányosok, a parti hajósok, az evezősök, akik a tengeren dolgoztak, mind megálltak távol, és amikor látták égésének füstjét, így kiáltoztak, van-e hasonló a nagyvároshoz. Egy viszonylag nagy horderejű támadásnak kell lenni, hogyha egyetlen óra alatt elpusztítja a nagy város. Most az egy kérdés, hogy melyik a város, pontosan miről is beszél. Sokak szerint valami tengerparti város Amerikában, különösképpen New York, ugyanis ott van a tőzsde központja. De ha tovább olvassuk, akkor 22-es így szól, nem hallatszik benne többé hárfások, zenészek, fuvalások, trombitások hangja, nem található benne többé egyetlen mesterség, egyetlen mester sem, és malom zúgása sem hallatszik. Nem világít benne többé lámpás fénye. Többet tudunk meg azonban Jeremiás 50-es fejezetben, ahol így szól, elesett Babilon városa megszégyenült Bél, Marduk hatalma megtört, utálatos báványaik megszégyenültek, szobraikat összetörték, és észak felől nagy sereg támad rá Babilonra, és az egész országot elpusztítja, olyannyira, hogy annak minden lakosa rémülten menekül, sem ember, sem állat nem lakozik többé azon a földön. Észak felől támad rá ez a hatalom, illetve ez a sereg. 8-as vers, fussatok el Babilóniából, jöjjetek ki a káldeusok földjéről, legyetek ti az elsők, akik kijönnek, mint bakok a júnyáj előtt. 9-es, mert nézzétek csak északról, erős nemzetek seregét indítom meg, elhozom őket Babilónia ellen. Hadaik felsorakoznak, megtámadják, elfoglalják a káldeusok földjét, harcosaik, gyakorlat, ijászok, halálos nyilaik sohasem tévesztenek. Célt, káldát, kirabolják, kedvükre kifosztják, töménytelen zsákmányt szereznek. Aki úgy gondolja, hogy ez Izrael, akiről beszél Babilónia értelemben, vagy pedig Szaúd-Arábia, én szerintem az is egy elfogadható elmélet. Meg fogjuk nézni mindjárt, hogy mivel gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izraelről van szó. 14. Íjászok, sorakozzatok föl Babilon ellen, vegyétek körül, lőjétek, ne sajnáljátok a nyilat, mert az örökkévaló ellen vétkezett. Az örökkévaló álmos bosszút Babilon, igen, fizessetek meg neki, és bánjatok vele úgy, ahogy ő bánt a többiekkel. Ahogyan ők több száz évig pusztították az egész világot.
Érdekes az is, amit ír a 16-os versben később, az ellenség fegyvere elől. Babilon szolgái mind fussanak népükhöz, meneküljenek a saját földjükre. Úgyhogy ezek szerint is lehetséges, hogy az Amerikai Egyesült Államok, ahol ugye mindenféle népek élnek együtt. 29-es vers. Hívjátok össze mind az íjászokat, gyűjtsétek össze Babilon ellenőket, vegyétek körül a város, senki sem menekülhessen, álljatok bosszút Babilonon, minden gonosz tettél, és bánjatok vele úgy, ahogy ő bánt a többiekkel, ahogyan ő kizsákmányolta az egész világot. Büntessétek meg, mert az örökkévaló ellen lázadt, és arcátlan büszkeséggel viselkedett Izrael szentjével szemben. Ezért fiatalit az utcán ölik meg, harcosait mind levágják azon a napon. Ugyanúgy, ahogy Jeremiás idején Babilónia, illetve Babilon maga a büszkesége miatt esett el, ugyanúgy fog ma, illetve napjainkban a jelenlegi Babilon elesni. Babilon úgy elpusztul, hogy soha többé nem lakik benne senki, nemzedékről nemzedékre lakatlan marad, csak sakálos cuccok, egyéb sivatagi vadállatok tanyáznak romjai. Mert ahogy Elohim elpusztította Szodomát és Gomorát, és szomszédait, úgy jár Babilon is, tökéletesen elpusztul. És ugyanazt az életmódot hirdeti, mind az Amerikai Egyesült Államok, mind pedig a jelenlegi Izrael, ugye, erről is szó volt korábbi videókban. Újra elmondja azt, hogy idegen nemzet jön észak felől, nagy királyok nagy serege indul messzi földről. És a következő néhány percben meg fogjuk nézni azt, hogy ki is ez a sereg és mely országokról van szó. Babilon bukásától még a föld is megremeg, jaj kiáltásuk hangzik a nemzetek között. És ez pedig az 51-es fejezet, Jeremiás, nézzétek, pusztító szelet küldök Babilon ellen, a káldeusok népe ellen. Ugye a káldeusok voltak azok az ókori, illetve a babilonkori varázslók, mint amik ma, a mai nap, ugye a maga a szórakoztatóipar, illetve az orvostudomány és a gyógyszeripar a maga különböző praktikáival, ahogyan a világot megbabonázza. Ugyanarra szólít fel, amiről beszélt a Jelenések könyvében: fussatok ki Babilonból, ki mentse az életét, ne vesszetek el ti is Babilon bűnei miatt, mert most az örökkévaló bosszút áll rajta is megfizet neki. Akárcsak Jelenések könyvében ugyanarról beszél. Aranyserleg volt Babilon az örökkévaló kezében, ugye akkor a Babilon időszakban, Nabukodonozor idején ugye az egész világot uralta Babilon, ma pedig Amerika uralja ugyanúgy az egész világot, és megrészegítette az egész földet. Mindenkit felhasznál a teremtő az ő saját céljaira, hogy megnézze, ki az, aki igazán keresi őt és az igazságot. És Amerika Egyesült Államok volt az, aki megrészegítette az egész világot azzal az erkölcstelenséggel, ami most folyik a világon. Az összes mozgalom, ami jelenleg a világon tombol, ezek a mindenféle aberrált dolgok, amiről szó van, az LGBT-től elkezdve egészen a feminizmusig és az összes többi, mind-mind Amerikából indul ki. Borából ittak mind a nemzetek, és eszüket vesztették tőle. Milyen hirtelen esett el, és milyen váratlan tört össze, ugyanis senki nem gondol arra ma, hogy bárki is felveti a harcot az Amerikai Egyesült Államokkal. Nem véletlen az, hogy nincsen haderő az ország területén, hanem külföldön állomásodik, mint egy 1500 különböző támaszponton. Hiszen így a hadereje megmarad, és mindaz az a pénz, amit beleölnek abba, az utána egyből az új világrend rendelkezésére fog állni, és az lesz az új világrend rendfenntartó erője. Így nem pusztul el magán a földön, ahol a háború lesz, ugye Amerikában. 9-es, gyógyítgatuk Babilon, de hiába gyógyíthatatlan, hagyjátok hát magára, térjen vissza ki a maga földjére. Babilon ítélet az égig egy pusztulásának robaja a fellegekig, ami ugye egy elég nagy horderejű háborút igényel, vagy pedig csapást, hogyha csak egy bizonyos részéről van szó, ugye az Amerikai Egyesült Államoknak. Ha valaki azt a filozófiát követi, hogy csak bizonyos városokról van szó, akár New York is lehet, hiszen ott is ugye mindenféle pontjáról vannak a világnak, az tulajdonképpen a kereskedelem központja, vagy tágabb értelemben az Amerikai Egyesült Államok.
11-es verszakban látjuk azt, hogy kiről is van szó. Örökkévaló felindította a médek királyait, mert általuk akarja lerombolni Babilóniát a médek királyai, az pedig nem más, mint a mai Irán. A 27-es versben derül ki igazán, hogy kikről is van szó. Emeljétek a zászlót, adjatok jelt, fújjátok meg a sófárt a nemzetek ellen között. Népek, készüljetek a harcra Babilonnal, Ararat mini Askenáz országába, gyűjtsétek össze a sereget. Nézzük meg villámgyorsan, hogy ki is Ararat mini és Askenáz. Askenáz ugye Jafet vonalából származik, Ham sem Jafet, mint Noah, Noé leszármazottai voltak, és Gomer első fia volt Askenáz. Ha megvizsgáljuk azt, hogy mely országot is jelölte maga Askenáz, akkor meglátjuk azt, hogy először ugye ez a Scythian régióról van szó, ami nem más, mint a mai szláv népek Oroszország, a későbbiekben a szláv területekről beszél, ami gyakorlatilag Kelet-Európa, illetve Ázsia északi része, és az országok a közel-kelettől északra, valamint ez után pedig Rhineland és Palatinate, ami Németország, Nyugat-Németország, Észak-Franciaország, és Dél-Nyugat-Németország területe. Nézzük meg, hogy minni, mire utal. Ez pedig a Mannians, Mannai, vagyis minni, ami gyakorlatilag a mai Örményország területe, és arról lehet még itt olvasni, hogy időszámításunk előtt 850 körül volt, illetve kezdődött az egész királyság, és akkor kezdett el virágozni. Akit érdekel, a linket megtaláljátok a leírásban, és akkor nézegessétek meg. Ararat pedig ugye Urartu, szintén örmény ország, és ma ez a terület Örményország, Irán, Irak, illetve Törökországot foglalja magába. Úgyhogy ha összerakunk kettőt meg kettőt, akkor láthatjuk azt, hogy Askenáz magába foglalja a szláv régiókat, ami gyakorlatilag Oroszország és az ő általa képviselt keleti, illetve észak-ázsiai régió, valamint mivel Rhineland Németország, ezáltal Észak-Franciaország gyakorlatilag az Európai Unió, mondhatjuk úgy, hiszen ugye a NATO ez egynek számít, amit Németország vezet, minni az Örményország lesz, illetve Irán, ugyanúgy, ahogy Ararat vagy Urartu is. Ugye minni az Örményország, illetve Irán. Ez pedig Örményország, Irán, Irak és Törökország. Tehát elég egyértelmű az, hogy kiről beszél itt. Törökország, Oroszország és az általa képviselt országok, Irán, illetve az egész úgymond iszlám blokk az, akiről szó van. Természetesen, mivel Askenázt is említi, Németország, illetve Oroszország és a Római Birodalom tulajdonképp egy kalap alá vehető, nem véletlen az, hogy mind a Cézár a Római Birodalom, mind a cár Oroszországban, vagy a kazárok, ez egy és ugyanaz a garnitúra nép. Ugye ez egy háborús felhívás, gyűjjenek össze a lovasok, mint roppant sárskosereg, készüljenek a nemzetek a háborúra, ez az, amit most látunk, hogy mindenki készül a háborúra, készüljenek a médek királyi, méd, ugye Irán, különösképpen, és az általa vezetett népek, helytartói fejedelmei, készüljenek az uralmuk alatt álló népek is, ez az, ami történik, hiszen szinte mindenki szembefordul az Amerikai Egyesült Államokkal, de már láthatjuk azt is, hogy még azok is, akik szövetségesei voltak korábban, úgy, mint például a Fülöp-szigetek, de akár az Európai Unió is. Érdekes az, hogy arról beszél, hogy Nabukodonozor
Babilónia királya fölfalt bennünket, összetört minket, mindenünket elrabolta, ez ugye az izraelitákról szól, mikor elvitték oda fogságba őket, elnyelt, mint egy szörnyetek gyomrát, megtöltötte a legjobb részénkkel, maradékot kiköpte. Mondja hát, Sion lakosa, bánjanak úgy Babilonnal, hogy velünk bánt, bűnhődjön a véres erőszakért. Akkor is elhurcolt a Babilon az izraelitákat, ugyanúgy, ahogy Amerikai Egyesült Államok, mint mostani Babilon elhurcolta az izraelitákat. És egyáltalán nem az úgynevezett zsidókról beszélek, úgyhogy mindenki kinyomozhatja, hogy ki is az a nép, aki jelenleg az izraelita. 44-es versben így megbüntetem Bél vagy Baal bálványát, Babilon hatalmasságát, Istenét, kiragadom szájából, amit benyelt, ugye az ő népét, amit oda elvitt magához, mint rabszolgákat, Babilon falai leomlanak, nem jönnek hozzá többé a nemzetek. Jöjjetek ki Babilonból, népen, menekülj ki belőle, mentse ki az életét az örökkévaló lángoló haragja elől. Ez egy egyértelmű felszólítás arra, hogy az ember egyrészt hagyja el ezt a fajta világnézetet és életmódot, másrészt pedig, hogy fizikálisan, mikor látja a jeleket, akkor hagyja el az országot. Ne ijedjetek meg a hírektől, ne esetek kétségbe, amikor rossz hírek érkeznek. Minden évben más-más rémhírt hallotok, erőszak az országban, és király király ellen indít háborút. Máté 24 ugyanerről ír, ugye a háborúk és háborúk hírei egy és ugyanaz, amiről szó van. Ha már Németországnál és Franciaországnál tartunk, mint Askenáz, akkor Marine Le Pen arról beszél, hogy elfogadhatatlan az, hogy az Amerikai Egyesült Államok rakétatámadást indított Szíriában. És ő pedig, mint egy esélyese a franciaországi elnökválasztásoknak, arról beszél, hogy ez egy rettenetes dolog, ami Szíriában történt, és ő teljes mértékben elítéli. Azonban a szíriai emberek azok, akiknek el kell dönteni, hogy ki az ő vezetők, és ki az, akit ők választanak. Vlagyimir Putyin természetesen elítéli az amerikai lépést, míg érdekes módon Törökország egy pozitív lépésnek tartja. Izrael talán az egyetlen, aki folyamatosan kiáll az Amerikai Egyesült Államok mellett, nem véletlen, hiszen a kettő egy és ugyanaz tulajdonképpen, hiszen ugyanazok uralják Izraelt is, mint akik az Amerikai Egyesült Államokat, azok a Khazar Ashkenazi úgymond zsidók, akikről a világ azt gondolja, hogy ők az izraeliták, miközben nemhogy nem ők az izraeliták, hanem még csak nem is abból a vonalból származnak. Ennyit Szíriáról és a közelgő világháborúról és arról, hogy hogyan is állnak fel a csapatok. Számtalan videó találtok erről a témáról is, a háborús előkészületekről, arról, hogy a frontvonalak hogyan állnak fel. Oroszország, Irán, illetve Kína és Törökország egyértelműen egy blokkot fog alkotni az úgynevezett nyugat ellen. Én nekem az a meggyőződésem, hogy Amerikai Egyesült Államok és Izrael magára fog maradni a végén, hiszen az Európai Unió is ilyen vagy olyan módon ellenük fog fordulni, de meglátjuk, hogy mi az, amit a jövő hoz. Úgy gondolom, hogy az írás is ezt a gondolkodást, illetve ezt a teóriát erősíti meg. Persze ennél ez összetettebb, mint néhány vers, de mindenki eldönti magának, hogy mi az, amiben hisz. Az biztos, hogy az idő közeleg, és mindenkinek a legfőbb törekvésének az kellene, hogy legyen, mindannyiunknak a legfőbb törekvése az kellene, hogy legyen, hogy magával, a teremtővel, a Huával olyan viszonyba kerüljünk, amilyen a számára elfogadható, amilyet előírt az instrukciója a Tora által, és ez lehet az egyetlen kiút, aki a világot meg akarja változtatni, vagy meg akarja menteni, az mind a világgal együtt fog elpusztulni. Úgyhogy ez a megoldás, és mindenki, aki az igazságot keresi, itt van ez az igazság. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja. Fogunk miatt a föld királyok, akik vele paráználkodnak és dőzsöltek, mikor látják. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra.
Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!